Majd, hogyha a bennmaradás már biztos megvan, akkor utána gondolkozunk feljebb. A Mezőkövesnél továbbra is mindenki szerényen nyilatkozik a futballcsapat idei esélyeiről, pedig Kutor Attila együttes a Fehérvár után a másik hazai gigász a Ferencváros otthonából is pontot rabolt, és tartja második helyét az NB1-ben. Abszolút nem foglalkozunk a helyezéssel, sőt a mai mérkőzésen sem foglalkoztunk az eredménnyel, tehát nem érdekelt minket, csak azt szerettem volna látni a pályán, hogy saját magunkat adjuk, és önbizalommal telve futballozunk, és az plusz haba tortán, hogy még pontot is szereztünk. Melyik döntetlennek örültetek jobban, a Videóton vagy a Ferencváros ellenének? Úgy érzem, hogy ez azért egy nagyobb lépcsőfok volt nekünk, hiszen a Videóton tavaly azért sikerült otthon megvernünk. A Fradi ellen ugye 3 vereséget szedtünk össze tavaly szezonban, úgy gondolom az egy újabb lépcsőfok volt a csapat életében. 11 forduló után már nyugodtan beszélhetünk Mezőkövesdi titokról, amely ellen szerint egyelőre nem találják a hazai csapatok. Jó focit játszik a Mezőköves, tehát ezt tapasztalhattuk is, hogy felmerik vállalni, hogy mindenki ellen játszanak. Labdabiztosak elől nagyon technikás, gyors, dinamikus játékosaik vannak, akik meg tudnák bontani a felállt védelmet. Itt gondolok a többi csapatra, akik ugye beállnak védekezni még ellenünk is, és ezért van az, hogy igen, ott vannak az első háromban. Tavaly volt egy mag, az együtt maradt, akiket igazoltak, azok gyorsan be tudtak illeszkedni, és fel tudták venni a ritmust, ezáltal egy jó kohézió jött létre a csapaton belül, a pályán belül és pályán kívül is. Nagyon kompaktul játszanak, nagyon jól védekeznek, és abból nagyon jó kontrákat vezetnek, ez a nagyon nagy fegyverük, és nagyon jól indulgatnak be területbe a védelem mögé, tehát én azt gondolom, hogy megérdemlik azt, ahol jelenleg állnak. De hát nyilván ez a bajnokság még hosszú. Kutor Attila vezetőedzőnek van honnan tapasztalatot merítenie. Játékosként ugyanis 7 csapatban 561 meccsen szerepelt az NB1-ben, amivel második az örök ranglistán. Amilyen játékos volt, szigorú és fegyelmezett, megköveteli ezt a csapaton is, hogy fegyelmezettek legyünk, és ez átragad a játékosokra is, és ezáltal, ahogy látszik, jönnek a pontok is. Ha pedig sok pont jön, akár egy olyan európai sztárcsapattal is összefuthat majd a Mezőkövesd, amelynél jelenleg jobban áll az EL-be jutást illetően. Gondolom mindenkinek az álma, hogy Manchester United ellen játszani, ahogy nekünk is. A pontgyűjtögetést a Mezőkövesd Zalaegerszegen, míg az FTC Debrecenben folytathatja a következő fordulóban.